V4 kerékpárversenyes családi nap, az előzményei nagyjából 5 évvel ezelőttre tehetők, amikor is volt egy olyan futam, ami akkor még több mint 500 kilométeres volt, és a 4 tagországnak a területén zajlott, és ezt aztán annyira beérezték a résztvevők, hogy az egyes országok azóta is minden évben rendeznek egy-egy naposat. És mindig a V4 soros elnökségének országában van a döntő. És tekintettel arra, hogy most június 30-ig Magyarország tölti be a V4 soros elnökségét, ezért nálunk van a döntő. I know I'd go back to you. A mai napi 168,7 km vára 28 csapatunkra, 164 versenyző, akik véglegesen aláírják majd itt folyamatosan a rajtlistát. Lassú rajttal rajtolnak, azaz a karaván, ez a rengeteg autó, közel 70 autó és motoros kíséri majd a 164 versenyzőnket, és Budakeszig úgynevezett lassú rajt rendőri felvezetéssel mennek ki. Hát igazából lesz oldalszeres rész, hogy szakmaiak legyünk, lesz emelkedő, de a Savaborsa az a legvége, 4 kört fognak a Pannonhalmi apátság körül tekerni, ami tartalmaz egy 15%-os meredeket is, 4 percig fognak fölfelé menni, 4-szer, és a legvégén a tetején az apátság főbejáratánál dől majd el, hogy idén ki lesz a győztes. 3, 2, 1! Nem csak a kerékpárverseny szakmai részére koncentrálunk, hanem a családi nap jelleg az tulajdonképpen ugye a kiegészítő programokra utal, amiből kétfélét különböztethetünk meg alapvetően, a színpadi programokat, ahol minden korosztályra céloztunk, és a családi programok, a keretprogramok, azok pedig, hát a legkisebbeknél hol kezdjünk? Lábbalhajtós motorokkal ralliznak akadálypályákon, távirányítós autókkal lehet ilyen ügyességi pályán közlekedni. Vannak olyan bringák, hogy így balra fordítod és jobbra megy, számtalan egyébként kifejezetten gyerekeknek szóló program, amik a mozgás ilyen formájában való szeretetére vezetnek rá. Én nagyon szeretek biciklizni, nagyon sokat szoktam biciklizni. Maglódon élek, és azért ott a környéken vannak nagyon-nagyon szép helyek, amerre így el szoktunk menni. Úgyhogy ha én ilyen egyrészt kikapcsolódni szeretnék, meg valami sportolást szeretnék az életemben, akkor én gyakran választom a biciklizést. Nagyon jól éreztem itt magam egyébként, kíváncsi voltam, hogy milyen lesz az egész rendezvénynek így a légköre, meg az aurája. 2 kislány, aki feljött a színpadra, ők nagyon helyesek voltak, hogy meghajolják.